A szerbek újbóli legyőzésével már csak egyetlen győzelem választja el a magyar válogatottat a 2024-es EB-re való kiutástól. Cristiano Ronaldo kilőtte a portugálokat a jövő évi Európa-bajnokságra. A Katari Yasim kiszállt a Manchester United megvásárlásáért folyó versenyből. Új fejlemények láttak napvilágot az olasz fogadási botrányjal kapcsolatban. Üdvözlünk titeket a Tiki Taka tv ahol ebben a videóban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb foci hírekről. A hétvégén két olyan klub, a Scott Rangers és a német Augsburg is megtalálta az új trénerét, amely a csapat mostani szezonbéli gyenge szereplése miatt nemrégiben úgy döntött, hogy meneszti az eddigi edzőjét. Előbbi egyesületnél az a Filip Klémán lett az új mester, aki legutóbb az AS Monakót irányította, és a belga szakember állítólag egy anyagilag rendkívül kedvező szaudi ajánlatot is képes volt visszautasítani a Glasgowi klub kedvéért. Az Augsburg új trénere pedig a Dán Jest Hórup lett, aki ezt megelőzően Dániában és Belgiumban tevékenykedett és hazájában két együttes, a Mityuland és az FC Köbenhalm kispadján is aranyérmet szerzett. Remekül sikerült Julian Nagelsmann debütálása a német válogatott kispadján. A nacionál elf szombaton egy felkészülési meccsen hátrányból fordítva 3-1-es sikert aratott idegenben a fiatal tréner első meccsén az Egyesült Államok ellen. A 2024-es EB házigazdájának találatait Ilkay Gündoğan, Niklas Fülkrug és Jamal Musiala jegyezték. A meccs legszebb gólját azonban nem ők, hanem az amerikaiak szerezték, mégpedig Christian Pulisic révén, aki a 27. percben egy szép szóló után gyönyörűen csavart Mark André Ter Stegen kapujának baloldalába. Egybehangzó sajtóhírek szerint az Ineos nevű vegyészeti cég elnöke és vezérigazgatója Jim Radcliffe nagyon közel áll a megegyezéshez a Manchester united tulajdonló Glazer családdal a klub 25%-ának megvásárlásáról. Úgy tudni, a francia níz csapatát is birtokló angol milliárdos üzletember 1,8 milliárd dollárért vásárolhatja be magát a Vörös Ördögöknek becézett egyesületbe, és ezért az összegért cserébe beleszólást akar a klub szakmai ügyeibe is. Radcliffe egyébként azt követően került polpozícióba a United megvásárlásaért folyó versenyfutásban, hogy a legnagyobb riválisa, a Katari Yassim a hétvégén visszavonulót fújt, és végleg kiszállt a licitből, miután a Glazer család a legutóbbi ajánlatát is visszautasította. Ez egyébként a klub összes részvényének, tehát a Manchester United teljes 100%-ban történő megvételéről szólt, mint egy 8 milliárd dolláros értékben, és amellett, hogy Yassim kész lett volna az Egyesület összes régi is kifizetni, mint egy másfél milliárd dollárt költött volna a, a klub infrastruktúrájának fejlesztésére, továbbá a csapat megerősítésére is. Glézerék azonban állítólag keveselték a felkínált összegmértékét. A hétvégén újabb fejlemények láttak napvilágot az olasz fogadási botránnyal kapcsolatban, amely múlt héten robbant ki azt követően, hogy a hatóságok a Juventus középpályása, Nikolo Fagioli, illetve másik két olasz válogatott játékos, a Newcastle united erősítő Sandro Tonali és a Galatasaray kölcsönjátékosaként jelenleg az Aston Villában futballozó Nicolo Zaniolo ellen is eljárást indítottak illegális sportfogadás vágyjával. Az említett játékosok közül elsőként Fagioli védtségére derült fény, aki azóta már minden de bevallott így, azt is, hogy foci meccsekre is fogadott, ami szembe megy az olaszországi törvényekkel. Azok ugyanis egyértelműen kimondják, hogy a profi játékosok még közvetve sem fogadhatnak olyan mérkőzésekre, amelyek az olasz, az európai vagy a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kerülnek megrendezésre. Egy ilyen védségért három éves eltiltás jár. Ugyanakkor a Juventus 22 éves játékosa állítólag kész mindenben együttműködni és vádalkut kötni a hatóságokkal annak érdekében, hogy legalább a felére csökkentsék a büntetésem értékét. Fadzsóli olasz sajtóhírek szerint az elmúlt pár hónapban több mint 1 millió euró értékben fogadott olyan oldalakon, amelyek egyébként illegálisnak számítanak Olaszországban, és hatalmas adósságot halmozott fel, miközben szenvedélybetegségéről állítólag két Juventusos csapattársának is tudomása volt, akik viszont ezt nem jelezték az Olasz labdarúgószövetségnek. Úgy tudni, az egyik ilyen játékos az azóta már az Unión Berlin erősítő Leonardo Bonucci volt, aki ezért akár hat hónapos eltiltást is kaphat. Az olasz sportjogi kódex ugyanis kimondja, hogy aki tudomást szerez arról, hogy egy játékos fogadott vagy fogadni készül, az köteles kés és nélkül értesíteni erről a szövetségi ügyészséget. Fagioli mellett egyébként Tonali is elismerte, hogy szenvedélybetegségben szenved, és a Juventusos kollégájához hasonlóan ő is készen áll függőségkezelésnek alávetni magát, hogy kigyógyuljon ebből. Ugyanakkor a Newcastle United játékosa azt tagadja, hogy foci meccsekre is fogadott volna. Tonali saját bevallása szerint csak pókert és blackjacket játszott, és ugyanezt állítja Zaniolo is, aki viszont a gyanú szerint egy saját illegális fogadó oldalt is üzemeltetett. Éppen ezért az olasz lapok szerint ő kaphatja a legszigorúbb büntetést. Már amennyiben beigazolódnak az ellene felhozott vádak. Nem mellesleg a Lagazetta dello Sport tegnap arról írt, hogy ha kiderül egy játékosról, hogy a saját csapata meccseire is fogadott, akkor annak nem három, hanem öt éves eltiltással kell szembenéznie, de a büntetés mértéke a hatóságokkal és az ügyészséggel való szoros együttműködésnek köszönhetően csökkenthető. Az egész ügy informátora, egy bizonyos Fabrizio Korona egyébként a minap azt mondta, hogy keddeste az angol-olasz elbéselejtező meccs után további olyan szériában szereplő játékosok nevét is nyilvánosságra hozza, akik szintén részt vettek illegális fogadásokban az elmúlt időszakban. Közülük az egyik állítólag a Róma 21 éves lengyel védője, Nikolás Zalewski lesz, aki viszont a hírek szerint mindent tagad, és amennyiben a neve valóban említésre kerül a tiltott fogadással megvádolt játékosok felsorolásánál, akkor jogi útra tereli az ügyet. Látogass el partner oldalunkra a büntető.comra, ahol a friss foci és egyéb sportágakkal kapcsolatos hírek mellett elemzések, sportszakmai tartalmak, könnyed ismeret terjesztő cikkek, portrék, illetve a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel készített exkluzív interjúk is várnak rád. Az oldal pontos elérhetőségét megtalálod a videó leírásában. Most pedig beszámolunk nektek a 2024-es Európa bajnoki is sorozat legfontosabb hétvégi eseményeiről. A magyar válogatott szombat este hatalmasat küzdve a Puskás Arénában is legyőzte kettő egyre Szerbiát az Európa bajnoki is sorozat hetedik fordulójában. Ezzel pedig most már tényleg csak egy hajszál választ el minket attól, hogy kvalifikáljuk magunkat a jövőnyári nyári németországi kontinens viadalra. A meccs természetesen közel telt ház 58 ezer ember előtt került megrendezésre, a magyar válogatott pedig egy kényszerű változtatástól eltekintve gyakorlatilag a lehető legerősebb összeállításban lépett pályára. Az egyetlen hiányzó a standard kezdők közül a sérült Vili Orbán volt, akit Fiola Attila helyettesített a védelem tengelyében, ám szerencsére a Leipzig védőjének a hiánya nem igazán látszódott meg a magyar csapatjátékán, amelyet a meccs előtt a kapu mögött helyet foglaló Carpathian Brigade nevű ultracsoport egy fantasztikus élőképpel fogadott, amelyen a híres betyár Rózsa Sándor képe volt látható, az alatta lévő Molinón pedig a következő idézet volt olvasható. Ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni kell, akkor minden úgy lösz, ahogy lönni köl. Márko legénysége pedig megfogadta a jó tanácsot, hiszen a válogatott minden egyes tagja azt tette a meccsen, amit tennie kellett, és ennek eredményeként egy fantasztikus akció végén a 20. percben meg is szerezte a vezetést. Ekkor Sallai Roland indította a jobb a leshatáron kilépő Lőik Négót, aki ezt követően a középen érkező Varga Barnabás elé tálalt, a Fradi csatára pedig nem hibázt az ittszert. Érdekesség, hogy a 28 éves támadó eddig három alkalommal volt kezdő a nemzeti csapatban a 2024-es EB selejtező sorozatban, és ezeken egyaránt eredményes tudott lenni. A klub és a válogatott találkozókat is figyelembe véve pedig már nem kevesebb, mint 20 találatnál jár a mostani szezonban, holott még az idény felénél sem járunk. Ez azonban még nem minden. Varga a 2023-as naptári évben már 38 gólnál jár, éppen annyinál, mint a Manchester City Norvég sztárja Erling Holland, és világviszonylatban csak egyetlen játékos, nevezetesen Cristiano Ronaldo jegyez több találatot nála, de ő is csak egyel. Ugyanakkor a szerbek egyáltalán nem játszottak rosszul, és a 33. percben egy szöglet utáni fejessel viszonylag gyorsan össze is jött nekik az egyenlítés, aminek viszont mindössze egy percig örülhettek, hiszen a miénk néhány pillanattal a középkezdés után újfent magukhoz ragadták az előnyt, mégpedig egy nem is akármilyen gollal. Akár csak az első találatunknál, ezúttal is Négó volt az előkészítő, akinek a beadása ezúttal a 16-os előterében álló Sallai Rolandot találta meg, aki miután átvette a játékszert, néhány pattanás után ballal valami elképesztő nagy gólt ragasztott a szerb kapu jobb felső sarkába. Így félidőben időben 2 1 magyar vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok, a fordulás után pedig, ahogy azt várni lehetett, a vendégek hatalmas erőket mozgósítottak az egyenlítés érdekében, de de szerencsére ebben a játék részben már semmi sem akart összejönni nekik. A játékvezető például lespiatt előbb az 51. majd az 54. minutumban is érvénytelenített egy-egy szerb találatot. A 71. percben pedig néhány másodperc leforgása alatt kétszer is eltalálták a kapufát, míg a meccs legvégén Dibusznak is be kellett mutatnia egy nagy védést egy közeli fejesnél. Így végül maradt a 2-1, és bár Kalmár Zsoltot az ellenfél kapusával történt kakaskodása miatt a lefújás után piros lappal jutalmazta a játékvezető, ez az esemény sem akadályozhatta meg a magyar csapat tagjait abban, hogy hatalmas ünneplésbe kezdjenek a meccs után. Ami tökéletesen érthető, hiszen ha szerdán legyőzzük idegenben Litvániát is, akkor a hátralévő két meccs eredményétől függetlenül biztosan az élen zárjuk a G-csoportot, és kvalifikáljuk magunkat a jövő nyári Németországi Európa-bajnokságra. Vannak ugyanakkor olyan válogatottak, amelyek már a hetedik fordulóban kivívták maguknak az EB-n való részvételjogát. Ilyennek számít a B csoportban szereplő Franciaország, amely pénteken a hollandok idegenbeli 2-1-es legyőzésével ért el mindezt. A gallok hőse Kilian Mbappé volt, ő szerezte ugyanis Didier Desaim csapata mindkét gólját, melyek közül főleg a második ment élményszámba, amikor is jobban védhetetlenül csavarta a holland kapu bal felső sarkába. Ezzel a duplájával pedig Mbappé 42-re növelte a válogatottban szerzett találatainak a számát, amivel megelőzte a franciák gól örökrangsorában a legendás Michel Platinit, és már csak három játékos, Olivier Giroud, Thierry Henry és Antoine Griezmann áll előtte a sorban. A francia csapat mellett pedig még az Ausztriát idegenben 3-2-re legyőző Belgium, illetve a szlovákok ellen szintén 3-2-es sikert arató Portugália vívta ki a hetedik fordulóban az EB részvétel lehetőségét. Utóbbi együttes kiutásában pedig elévülhetetlen érdemei vannak Cristiano Ronaldo-nak, aki két góllal vette ki a részét a szlovákok legyőző. Az egyiket büntetőből, a másikat pedig Bruno Fernandes átadásából szerezte. CR7-nek egyébként a meccselőt adta át a Portugál Szövetség a világrekordot jelentő 200 válogatott mérkőzésért járó emlékplakettet. Míg a hazai szurkolók ebből az alkalomból egy hatalmas Molinóval kedveskedtek a 38 éves támadónak, amin az ő képe és egy CR 200 felirat volt látható. Nem mellesleg Ronaldo azóta, hogy 2015-ben betöltötte a 30. életévét, már 73 gólt termelt a válogatottban, többet, mint amennyit Németország, Franciaország, Olaszország, Anglia, Spanyolország, Hollandia, Svédország, Horvátország, Dánia, Uruguay, Kolumbia, Chile, Mexikó, Egyesült Államok, Egyiptom, Gána és még másik 176 nemzet gólrekordere szerzett a nemzeti csapatban. Vasárnap aztán egyes csoportokban már elkezdődtek a nyolcadik forduló küzdelmei is, és eme nap során további három válogatottnak is sikerült bebiztosítani az EB-re való kiutását. Az ILU kvintetben például rögtön kettőnek is, hiszen azzal, hogy a spanyolok Gavi góljával 1-0-ra legyőzték oszlóban a norvégokat, nem csak ők, hanem a szünnapos skótok is behozhatatlan előnyre szer így mindkét csapat kijutott a kontinens tornára. Akár csak a törökök, akik a D csoportban a lettek 4 0 ás kiütésével vívták ki az EB részvétel jogát. Az ebben a csoportban szereplő Horvátország viszont nehéz helyzetbe került a kiutást illetően, hiszen Modricék a törökök után tegnap Vesztől is kikaptak 2 1 re így a Katari VB bronzérmese két fordulóval a vége előtt csak a harmadik helyen áll. Ennél is kilátástalanabb az E csoportban szereplő lengyelek helyzete, akik tegnap hazai pályán csak egy egy-egyes döntetlenre voltak képesek Moldávia ellen. Ellen, így lewandowski csak a harmadik helyen állnak a kvintetjükben, miközben már csak egy meccsük van hátra. A tegnapi mérkőzések közül külön említést érdemel még a Svájc-Fehér-Oroszország találkozó is, ahol a vendégek a 89. percben még 3-1-re vezettek, ám az Alpesi ország csapata egy perc leforgása alatt két gólt szerezve végül döntetlenre tudta menteni a meccset. Ezzel pedig az összeállításunk végéhez érkeztünk. Írjátok meg a véleményeteket az elhangzott hírekkel kapcsolatban a videó alatt kommentben. Ha pedig tetszett az összeállítás, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és ha eddig még nem tettétek volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra.